A kölcsönszerződésből visszatérő Windeker József, az Angliából hazatérő Stíber Zoltán, az Észak-Amerikából újra Európába visszatérő Milos Kocsic és az utánpótlásból most felkerült Csató Marti mutatta be az Adidas új mezét és edzésszerelését. Kiegészülve a fehér kollekcióval, ebben a színvilágban fog majd játszani az Európa Ligában, illetve a hazai pontvadászatban és kupasorozatban a Győri Eto FC, amely 4 év után játszik újra Adidasban. A sajtótájékoztatón elhangzott, egyelőre a felnőtt csapat lesz majd 3 csíkos szerelésben, de belátható időn belül az utánpótlás játékosok is ezt viselik majd. Első lépcsőben, amit ha úgy tetszik, akkor egy gyors talpalóval tető alá hoztunk a nagy csapatra vonatkozik, de stratégiailag az utánpótlásra is, és itt azt kell megosszam a jelenlévőkkel, hogy ez nem egy erőszakos szerződés, amely azt mondja, hogy egyik pillanatról a másikra, ahogy a nagy csapatnál pengével el lehet vágni, hogy eddig az előző sportszállító, eztán az új sportszállító, értelemszerűen ennek van egy kifutása, hogy majd, amikor a klubnak megvan a lehetősége arra, hogy utánpótlásra költsön, folyamatosan áll át ugyanarra minden a csapat. A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy még nem végleges az első csapat játékos kerete, de maximum 2-3 játékos érkezése várható. Priskin Tamásról sem mondott le a klub, de nem elsősorban a győrieken múlik, hogy visszatér a csapatba az itt nevelkedett csatár. Mind a magyar válogatott, mind pedig a Győri Eto, mind pedig a Priskin Tamás szempontjából nagyon-nagyon jó lenne, hogyha a Tamást haza tudnánk hozni. Itt elsősorban neki még szerződése van egy külföldi csapattal, tehát azon múlik, hogy ez a külföldi csapat akarja őt használnia, vagy nem. A sajtótájékoztatón természetesen az újságírók kíváncsiak voltak arra is, hogy mi a helyzet Kalmár Zsolt eligazolásával. Ezzel kapcsolatban Tarsó Csaba következőket mondta. Elindult egy tárgyalás sorozat, aminek egyik része véget ért a múlt csütörtökön. Van számos olyan dolog a szerződésben, ami még úgy gondolom, hogy egyrészt nem publikus, de szeretném elmondani, hogy nem anyagi jellegű. Kicsit hagyd mondjam azt, hogy lehet, hogy engem egy kicsit most nagyon furcsa fiúnak néznek, de nekünk az egyik ilyen szerződéses pontunk az volt, hogy mi augusztus 1-jével szeretnénk a Zsoltot az új klubjába tudni. Szeretnénk, hogyha az U19-es Európa bajnokságon, mint a magyar csapatnak a legkiemelkedőbb játékosa, meg a csapatkapitányi karszalag viselője egy nagy sikert elérne. A sajtótájékoztatón szó esett arról is, hogy a nyári időszakban nem csak az Eto Park élményközpontban, hanem az Audi Hungáriánál is lehet majd szezonbérletet vásárolni. Mindez ráadásul az Európa Liga selejtezőire is érvényes, így aki bérletet vesz, annak nem kell külön jegyet váltani az első nemzetközi mérkőzésekre.